Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A tavalyihoz képest még nehezebb emberekkel fognak találkozni. Kérem, tekintsék meg ez évi tartalomjegyzékünket. Tisztelt nézőink, természetesen foglalkozunk az évszázad szökésével is, a viszkisről van szó. Megszólaltatjuk barátnőjét, a földiét, a főkapitányt, a cellatársat, magát az elkövetőt is, és egyedül nálunk ezen a csatornán megszólal a hiteles koronatanú. Le van fogyva. Na, miért ne fagyott volna? Jó napot kívánok! Rohadt hidegbe. Gergő bácsi, ismerte Attila szüleit? Az az ő dolguk. Attillát ismerte? Az meg az Attila dolga. Mi volt Attila kedvenc állata? Az meg a tehén dolga. Messze laktak Attiláék maguktól? Most már messze. Jól tanult az iskolában? Én ugyan nem, az biztos. Tudja, hogy bankot rabolt Attila? Ó. Csillaghegyen. Én nem voltam ott. Nem maga, Attila. Attilával sem voltam. Tudta, hogy milyen jó sportol? Ezekkel a lábakkal. Nem maga, Attila. Ezek az Attila lábai? Ez hű. Gergő bácsi, én Attiláról beszélek. Én is. És azt tudja, hogy megszökött a börtönből? Majd megyünk. Na, Isten áldja, édes fiam. Hova megy innen, Gergő bácsi? Én sehova, csak maga felé dül a fa. Megkérdezem öntől. Meddig voltak együtt? Összesen 2 hétig voltunk csak együtt. Mondja kérem, együtt is laktak? Igen, nagyon érdekli, együtt is aludtunk. Furcsa lesz a kérdés, úgy is, érti ugye? Értem, úgy nem. És ha szabad, de megkérdezem, miért nem? Mert Attila állandóan jégkorongozott. Otthon is? Ott, ez mindenütt, csak jégkorongozott. Elmentünk kirándulni, ez beállt egy fa mögé, jégkorongozott. Elmentünk nudista strandra, ez még ott is, különben jégkorongozott. És mondja, nem esett teherbe? Nem, hát Attila állandóan hokizott. Nézem, meg kell magától kérdezem, tulajdonképpen rengeteg embert érint, irritálja a sajtót, tisztán szeretne mindenki látni. Kit viselt meg a legjobban maga szerint Attila szökés a Gyorskocsi utcából, kérem? A telefonzsinort. Milyen bűncselekményt követett el? Fegyveres rablás. Hány évet kapott? 11-et. A családja nem hiányzik? Nekem nem. És milyen volt Attilával egy cellában lenni? Isteni volt! Köszöntöm a főkapitányt. Én is köszöntöm önöket, jó napot, kedves lakosság! Gratulálunk a sikerhez. Köszönöm igazán, jól esik, majd szétosztom a megfeszített erőkkel dolgozó rendőri állománynak. Főkapitány úr, hogyan sikerült az Attilának ilyen vidáman kisétálni a Gyorskocsi utcából? Köszönöm a kérdést, nagyon örülök, hogy a viszkis különlegesen képzett kommandó segítségével elfoghattuk, és ezzel letörölhettük a foltot a renoménkon. Arra gondoltam, hogy a Markó utcából. Minden elismerést megérdemelnek a fiúk, akik pár perc alatt biztosították a helyszínt, különös elővigyázattal a lakosságra kényszerítő eszközök foganatosítása nélkül, még Attila, a bűnelkövető is gratulált nekik. Ennek örülök, de a Markó utcából... Éppen paprikás krumpit főzött, és sajnos már nem ehette meg, de erről nem mi tehetünk, gondolom nem azt hitte, hogy azért kopogtatunk, mert mi is éhesek vagyunk. Mindenkit megnyugtathatok, hogy még egyszer nem fog megszűkni, pláne bilincspapusban a Gyorskocsi utcai gumiszobában a foglár vele van egész nap, éjjel még vele is álmodik. De a kérem, majdnem a teljes összeget, 43 millió forintot megtaláltunk a bűnelkövetőnél, és az utolsó rablásból még az 5 millió forintos felajánlást is megspórolhattuk. Főkapitány úr, akkor csak arra adjon választ, hogy Attila ugye nem fog megszökni még egyszer a Markó utcából. De. Ugyanis mostanában Petőfi verset olvas a cellájában. És miért baj ez?
mert állandóan a verse röfrényét ismételgeti egyre hangosabban. És mi az? Az, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Nagyon nehéz ebben a helyzetben magával beszélgetni, hiszen az image, amit magáról csináltak, tulajdonképpen nemzeti hős, Rózsa Sándori effektusok trikókat nyomnak magáról. Tulajdonképpen maga nem tett más, mint bement egy pisztolyjal vagy fegyverrel, látszott tárgyal egy bankba, Attila, és rabolt. Gondolkodott azon, hogy tulajdonképpen kicsoda maga? Hogy mi maga vagy, hogy egyáltalán képbe helyezte magát a társadalmi struktúrában, abban a szempontból magán nemzeti hősnek akar föltűnni, és tulajdonképpen semmi más nem teszem, mint súlyos bűncselekményt követel, tehát fegyveres romlást, Attila. Mert tulajdonképpen ez egy fegyveres romlás, Attila. Tehát végül is egy fegyvernek látott el maga pénzért megy be, erőszakkal, és emberek félnek magától. Milyen érzés volt például, amikor lebukott a román határól? Mert lebukott, Attila. Bármennyire is nem tetszik magának, igenis lebukott, Attila. És magát bevitték a gyorskocsiba. Például én egyet nem értek, hogy amikor kikérdezkedett is dolgozni, vagy nem tudom, akkor nem vette észre a fegyőr, hogy magán 40 kilométeres kábel van a derekára csavarva? Mert én például, én fegyőr vagyok, én rögtön megnézem, hogy van-e magán kábel, kedves Attila, és tulajdonképpen a társadalomban egy farskép alakul ki, a gyerekek jövőképét megzavarhatja egy olyan ember, a példakép, aki fegyveres rabló. Mondja, amikor magán rajtaütöttek a rendőrök például a lakásán, és a krumplipaprikást főzte éppen. Nem gondolkodott egy borzasztó ellentét, hogy krumplipaprikást 47 millió forint dollárba és egy magára szegezett pisztolycső? Igen, de... Köszönöm, Attila, ezt az igazán kimerítő interjút, és az a véleményem, hogy a jövőkép és a fiatalság szempontjából. Hát tulajdonképpen ez az interjú sokat segített abban, hogy ezt a fajta példaképet és utat ne válasszák a gyerekek. Köszönöm, hogy nekünk itt és most ilyen kimerítő interjút adott. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattad. Az ügy egyetlen hiteles koronatanúja én vagyok, ugyanis én hívtam fel a rendőrséget telefonon, hogy a viszki is itt van a közelemben. De mást is tudok, például azt, hogy kigyújtotta fel a... Idén sportolóink valóban kitettek magukért. Most kapcsoljuk az évszázad csakmérkőzését. Na Feli, figyelj, de megtanítom maga a csakkozni, jó? Tanítson. Csak figyeljen, tanítson. Szépen, okosan. Nagyon. Mennyibe kerül ez nekem? Semmibe nem fog kerülni, csak figyeljen. Na kérem szépen, kezdjük. Én most nyitok egyet magának, így. Maga mivel szokott nyitni? Kis üstivel. Fejezze be, jó? A hülyeségét. Nem úgy kérdezte. Nem, meg nem úgy gondolt. Akkor meg el van intézve. Maga meg mivel? Feszítővassa, ne bohózkodjon. Jó, tegyük. Tolja meg azt a parasztot, azt esünk túl rajta. Én nem tudom meg azt a parasztot. Dehogy nem tolja maga, meg kell tolni a parasztot. Tolja meg a torgyán, Jóska. Ne bohózkodjon, tolja meg azt a rohadt parasztot. Gyerünk. Jó, akkor paraszt. P betűvel kell lépni? Nem P. Jó, akkor ide teszem. Oda. Na. Na most azt szeretném megkérdezni, mit? Fehér üti a feketét? Üti a feketét, mint a húzat úgy üti. Mindjárt telefonálok az ombudsmannak. Miért telefonálok? Fehér üti a feketét. Fejezze be, Feri, most üsse a gyalogot. Azt már ütöttem. Mikor? Tegnap az ebrán. Mi volt az állat, kérde Feri, ne idegesítsen föl. Akkor, mert reggel nem nyerítette a lovom, hanem üföltött, mint az oroszlán, bevittem. Ne hülyeskedjen, eladta a lovat? Eladtam a lovomat. Kinek adta a lovat? Kanalos. Ki az a kanalos? Gyógyszer. Meg jó nehéz lett bevenni, biztos mi? Hát nehéz bevenni azt. Az orvosságot? Nem a kanal. Jó, felejtsd be a hülyeségét most magad. Na, akkor jó, most figyelj ide ember. Most nagyon figyeljen. Most nagyon figyeljen ember. Én. Most jön a nagy kérdés. Jó. Parasztal lépek, F2, viszintes, négy betű, női alkatrész. Na, ezt fejtse meg. Megvan. Na. Megvan. Száj. Nem talált felé két. Nem. Hát nem. Akkor mi? Láb. Hát még két B. Mert múlt idő. És hol volt az a láb? A nyakamba, Feri. Hol lett volna? Nem bohózkodjon már. Gyerünk. Értem. Mit csinál ott az a futó? Kiszaladt. Miért? Mert az menése volt. Ne bohózkodjon már. Vigyázz a papírról utána. Jó, felejts el a hülyeséget. Ugye most veszem észre mi? Maga. Ezt kicserélte azzal. Miért? Mert nem kormánypárti. Miért? Miért? Úgy cserélje vissza. Jó, van már, hogy véletlen oda tettem. Jó, a fejezem. Ne politizálj. Ügyészség, meg lehallgatás, meg minden. Felejts el a hülyeséget. Tudjuk csak autót. Jó, ér. Hagyjom abban a marhaságot. Jó? Na. Na miért nem tolja azt a fekete királynőt meg hátulról? Tolja este meg a király. Ahogy. Az magának király. Az nem király. Magának ki a király? Az Zimbó Jimmy. Elmúlt évszázadunk rengeteg kérdőjelet hagyott maga után. A válaszokat következő helyszínünkről kapjuk. Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent, Magyarországon is oly népszerű elnök urat. Közös történelmünkben van még néhány tisztázatlan történelmi helyzet. Engedje meg, hogy ezekkel kapcsolatban föltegyek néhány kérdést. Kérem, természetesen. Én életemet tettem fel arra, hogy a kérdéseket bezárjuk, s a kapukat kinyissuk. Manapság a Habsburg uralkodó család megítélésében igen változóak a vélemények. Ennyi év távlatából hogyan tud visszaemlékezni a család
Magyarországgal kapcsolatos érzéseire. Kérem, én ma is bátran állítom, hogy a mi családunk mindig is az Európába akarta vezetni magyarokat, még ha ez néha ellentmondásokkal is járt. Ennek nagyon örülök, és ezért vegyünk át néhány konkrét történelmi pillanatot. Kezdjük rögtön a 48-szal. Bemapó, róla mi a vélemény? Kérem, róla csak jót tudok mondani. Monarchia szerte a gyerekek, és szerették. Kedves, becsületes, őszhajú, fehérszakállas ember volt, aki időjárásoktól függetlenül fáradtságot nem ismerve minden évben újra és újra december 6-án szarvasvontató szánokról cukorkákat osztogatott a gyerekeknek, és mindig megcsodálom most is ezt a piros sapkáját és a köpönyegét, amikor együtt énekel a gyerekekkel, hogy hulla pejhes fehér hó, jöjje kedves bemapó. Bocsánat, de az a télapó. Hát télen, télapó, de nyáron bemapó, akinek a fia a bemondó. Milyen bemondó? Jean-Paul bemondó. Hát azért maradjunk a 48-nál, van itt még több kérdés is, például Petőfi Sándor. Kérem, én Petőfi Sándorról csak a legjobbakat tudom mondani. A legnagyobb magyar ruhatáros család sarja volt. Ruhatáros család? Természetesen, hát emlékezel rá, ő írta, hogy akasszátok fel a kabátokat. Petőfi azt írta, hogy akasszátok fel a királyokat. Ugye utólag magyarázták azt a királyoknak, Petőfi annak idején csak kabátokról mert írni. Ha már ruhatárnál tartunk, itt van Klapka. Persze, a nyúlszőr Klapka, télen rajtam is van, ha hideg van, akkor van rajtam is. Nyúlszőr Klapka? Hát persze, aki elvette a Dobos Attila feleségét, ha már előtte az én fejemen volt. Én nem arra a Klapkára gondoltam. Kérem, szabad országban élünk, van kemény Klapka és krumpi ork. Tudja, itt van, megjött maga méri, ki a fagylaltját maga méri, bele a kalapba. Egy Klapka, 2 forint, érti? Mi a véleménye Kossuth Lajosról? Kérem, Kossuth egy kiváló államférfi volt, csak jót tudok mondani róla. Persze, aztán később kiderült, hogy Kossuth a saját szakállára dolgozott, bár megkívánom jegyezni, hogy igazságtalanság lenne, ha már megemlítettük Petőfit és Kossuthot, hogy a Bartókot kihagyjuk, nem is beszélve a fantasztikus Kalipszóról, Danubiusról és a kiváló Juventusról és a többi szabadsághősről. No de visszatérve Kossuthra, neki baja volt a bőrének a színével. Hogy érti ezt? A Kossuthnak pigment hiánya volt, annak idején Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott az ő pigmentje. Vizsgáljuk tovább a történelmet. Milyen szerepet töltött be Mária Terézia? Nagy szerepet töltött be. Élő bizonyítéka volt annak, hogy a magyar lovas nemzet. Tököli ügyről mit tudna mondani? Kérem, Tököl, a Tököli ügy ma már nem tabu. Mindenki tudja, hogy Maléter Pált onnan hurcolták el az oroszok. Honnan? Tököli repülőtérről 1956-ban. Térjünk át Rákóczira. Kérem szépen, egy dolgot rögtön tisztázunk. Rákócziról sokan azt hiszik, hogy egy süteményt neveztek el róla, de kérem, én nyomatékosan kijelentem, hogy egy túros, nem egy süteményt neveztek el Rákócziról. Ennyit a távlatából. Mi a vélemény a kurucokról? Kérem, való igaz, hogy manapság nem csak önöknek, hanem nekünk is, itt Bécsben problémáink vannak velük. Elég, ha csak végignéz a Kertner Strasszén vagy a Prater környékén, hogy milyen sok irányú üzleteket kötnek arabokkal, törökökkel, és nem utolsó sorban a labáncokkal. A kiegyezés hogyan történt? Kérem, sokat vitatkoztak a tárgyaló felek. Mi ragaszkodtunk 78-hoz, a magyar kormány 56-ot akart, végül 67-ben kiegyeztünk. Befejezésül egy kényes kérdést teszek föl. Aradi 13. Kérem, leghatározottabban ki kell jelentenem, hogy messze menőkig el kell határolódni a sajnálatos eseménytől. Arad román belügy. Elnök úr, köszönöm a beszélgetést. Kérem. Ismét megtartották a kolbászfesztivált. Helyszínen van, tudósítunk. Szervusz, Gyuri! Szervusz, Gyuri! Ebben az évben is megrendezték a már nemzetközi hírű Sajóhentesi Kolbászfesztivált. Egyre több külföldi kiállító, egyre több termékkel vett részt. A sátrakat és a kolbászt a belváros legforgalmasabb részén verték föl. Először jelentkezett a piacon a levestésztáról híres Galgamenti Háziipari Szövetkezet. Ők egy népi motivumokkal díszített tányéron mutatták be a 2 tojásos kolbászt. A háziasszonyok nem hittek a kezüknek, mintha igazi lett volna. Romániából érkezett a tankból készült kívül szőrös kolbász. Kissé munkaigényes, mert másnaponként kell borotválni. A térségből érkezett még a hátultöltős kecske kolbász és a havasi kolbász. Ez úgy működik, mint a havasi kürt, használat előtt bele kell fújni. Az osztrák sógorok meglepetésnek szánták a tiroli kolbászt,
Ez attól különleges, ha belerúgunk a kolbász közepébe, akkor elkezd jódlizni a gazdája. Egy dunántúli vadásztársaság állott elő vadkolbásszal. Ezt leláncolva tárolták egy ketrecben. A hentes azért elárulta a kíváncsi asszonykának, hogy van szelidített kolbász is, amit az ajtó mögött meg is lehet simogatni. Pont délben mutatták be a hortobágyi hagyományos lókolbászt, a megevés után fél órával a fogyasztó elkezd nyeríteni. Ha netán a kolbásznak sok a vastartalma, akkor ebből lesz egy kovácsolt vasnyerítés. Egy hátránya azonban van. Ha évekig fogyasztja valaki, annak patája nő, füle meghosszabbodik, s nyáron a farkával el tudja hesegetni a legyeket. Az utolsó pavilonban mutatták be az ausztrál bumeráng kolbászt, elfogyasztása után 24 órával visszarepül a gazdájához. Az ablakon keresztül. A belügyminisztérium strandján videófilmen vetítették a lopakodó orvkolbászt. Igen veszélyes, mert a magányos nők után lopakodik, és az elhagyott árnyékos részen rájuk ugrik. Versenyen kívül indult Hódi András, a Mokány kunsági hentes. Ő szerinte az övé a világ legnagyobb terméke. Ő a bemutatóra, maga után a földön húzott kolbásszal érkezett meg. Termékneve Lompos. Sertés György, RTL Klub, hentes. Az elmúlt évben is történtek nagyon komoly dolgok. Következő riportunkat tekintsék meg vágatlan változatban. Jó napot kívánok, a Forró Bilincsek nevű bűnügyi magazin műsortól vagyok. Egy pár szót, ha mondanak. Megszoktam a mikrofont. Nekem, mert azt kötjük meg nekem. Elnézést, uram, arra, hogy egy pár szót hagy váltsunk már itten a hölgyen. Elnézést, az úr kicsoda? A vőlegényem. Bemutatkoznak? Kurva anyád! Elnézést, mennyit keres havonta? Hát 150 ezret, a többit a kedvesemnek adom. Maga mit csinál ennyi pénzzel? Betépő magyad! Mondja, hát ki tudnak jönni 150 ezerből? Nagyon ezen. Gyerek van? Kettő. Fiú, lány? Is. És mit csinál a kislány? Hát a kislány az most is itt van lenne a placon, ő is dolgozik. Az egyik kapuajban most, na látja, most ott térdel, biztos valami leesett. Igen, biztos. Mondja, a fiú mit csinál? A Déneskez fázik. És hol van? Most a gőzben. És ott mit csinál? Búvár. Azt mondjam, van Priusza? Nincs, már kikezeltettem. És mondja, mi a specialitás, amire a kuncsaftok úgy visszajárnak? Hát a fúvós hangszer. Például? Zongora. Mondja, volt már büntetve? Sajnos egyszer, igen. És mi volt a büntetése? Letéptem a agyát! Fogy a magyar, tisztelt hölgyeim és uraim! Valamit mi is tegyünk azért, hogy ez megváltozzék. Te viszed innen a kezed? Mi vagy te? Kutató. Te közben is fönhagyod a svájci sapkádat? Igen. De az közben le fog esni. Azután nem fog leesni, bizony, mert a szélét bekentem pillanatragasztóval. Te húzod már arrébb, Rauzsi. Milyen finom bundanadrágod van. Meghiszem azt. Tegnap találtam az utcán. Ukrán gyártmány. Még világít is. Adj egy csókot. Egy sivalkot. Hát, ha meg akarsz csókolni, akkor vedd ki a szádból a Kossuth cigarettát. Te, mi volt oda benne a munkás szálláson az ebéd? Kaprosta főzelék. És milyen volt? Majd meghallod. Te, az a ruhás szekrény, a WC az egy autóval arrébb van. Jó van ma, mit röfögsz? Hát ez nem igaz. Nem igaz, ez olyan, mint egy cowboy filmben. Hancsú, Fehér Mari! De jó veled, ezt be is írom az emlékkönyvembe. Mi volt ez a koppanás? Kiesett a fülem mögül az ágyceruza. Te meghúzod a bugykost. Melyiket? Hát, az enyémet. Isten, hogy életemben nem éreztem ilyen piaszagot.
Te mi ez a kemény? Hát az ok. Vedd már le. De hova tegyem? Dobd oda a sarokba. Ó, én mindjárt elmegyek. Mindjárt elmegyek. Te mikor mész el? Most. Tisztelt hölgyeim és uraim, évvége felé mi is megkérdeztük az embereket, hogy vajon ki mit kíván az új évtől? Elnézést, hogy egy évvége felé zavarjuk. Ön mit kíván az új évtől? Papírt! Mit kér az új esztendőtől? Szeretném bekapni a legyet. Ön mit szeretne az új esztendőben? Karcikát!